már két megpróbáljuk. Összeszedjük. Na minden, hát Kabács Marica és Antal vagyunk, a Temerini TTT verseny szervezői. Ezt a versenyt másodszor szerveztük meg idén. Egy 9 fős delegációval érkeztünk a Temerini IASZ-társaink meghívására erre a versenyre. Nagyon jól éreztük magunkat, rendkívül jónak tartottuk a pályát, és jövünk legközelebb is. Vasáról jöttünk, gyerekekkel már a többedik Temerini versenyen vagyunk, veszünk részt, nagyon szép eredményeket szoktunk elérni. Jó volt a pálya, szépek voltak a célok, kellemesek voltak a távolságok, és mindenki jól érezte magát. Kint vagyunk itt ma, 16-an, 7-en jöttünk erre a versenyre Temerinbe. Nagyon szeretjük ezt a terepet. Évek óta járunk ide, jó vendéglátás, jó társaság. A mi klubunk az 2002-ben alakult, mindenféle, tehát tradicionális íjászokat is magába foglal, olimpiai íjászokat is, úgyhogy elég sok rétű a tevékenységünk. 2016. novemberében kezdtük el autodidakta módon szervezni az íjászklubunkat. Jelenleg 15 fős gyereksereg tartozik a szárnyaink alá, és próbáljuk őket az íjászat rejtelmeire megtanítani. Erre a versenyre jelenleg 7 tanulónkkal neveztünk be. Magára erre a versenyről pedig még a tavasz folyamán hallottunk. Facebookon keresztül értesültünk folyamatosan arról, hogy mikor lehet rá jelentkezni és kinél. Ez egy 3D-nek nevezett verseny volt, ami azt jelenti, hogy gumi állatokba lövünk. A távok különbözők, 3 karó van leütve, a legközelebbi a fehér karó, innen az irányzék nélküli gyerekek lőnek. Távolabb van a kék karó, az irányzék nélküli felnőttek és az irányzékos gyerekek lőnek onnan. Legtávolabb pedig a piros karó, ami a csigás íjaknak és az olimpik, tehát célzóval felszerelt íjaknak van. 12 állatunk van, illetve 12 állatot béreltünk egy egyesülettől. 2 fordulóban állatonként 2 vesszőt lőttünk ki. Hát az első forduló 2 órát vett igénybe, kis szünettel, utána volt a második forduló, és most várjuk az eredményhirdetést. Idén 127 versenyzőnk volt, a siker teljes.